145 éves a Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum. Tavaly decemberben az ünnepi év logójának megtervezésével kezdődött a rendezvénysorozat. Tavasszal 145 kilométeres biciklitúrával tisztelegtek a névadó Mikes Kelemen emléke előtt, de tartottak plakátversenyt, évfordulós Széchenyi bált, ma pedig egésznapos rendezvénnyel zárult a Mikes Kelemen Főgimnázium 145 éves fennállásának alkalmából szervezett rendezvénysorozat. Az emlékünnepség villámcsődülettel kezdődött az iskola udvarán. A diákok az évforduló tiszteletére úgy sorakoztak fel, hogy kirakták az iskolájuk fennállását szimbolizáló évszámot. A flashmobról drónos felvételt is készítettek. Örvendünk, hogy a mi iskolás korunk alatt egy ilyen ünnepséget ünnepelhetünk meg, egy ilyen szép kerek számot. Ezért is felragadtuk le a flashmobot, melynek végül is a szerepe az, hogy a diákok, akik részt vettek benne, azok vissza tudjanak rá nézni egy 10 év múlva, 15 év múlva, és meg tudják mondani, hogy az a kis pont ott én voltam, én is része voltam az iskola 145-ös ünnepségének, én is része voltam az iskolának, és ez megmaradt számukra, egyaránt meg a tanárok számára is. A tanintézmény folyosóin kiállítások sokasága utalt az évfordulós ünnepségre. Plakátokat szerkesztettek és állítottak ki, megrajzolták Mikes Kelemen portréját, és népdal illusztrációs tárlatot hoztak össze. Az iskola vezetősége és a Mikes Kelemen Líceum Alapítvány pályázatot hirdetett a középiskolás osztályok diákjainak. Osztályonként egy prezentációt mutattak be a diákok a Mikes Kelemen elméleti liceum történetéről. Ugyanakkor Mikes plusz minusz 145 címmel iskola történeti vetélkedőt szerveztek a 6. és 7. osztályos diákok számára. A jelentkezés feltétele volt, hogy iskola reklámot kellett készíteni, és természetesen az iskola történeti anyagból készülni, valamint a jelenlegi iskolánk belső életét, épületét, folyósóit, feliratait megfigyelném, és így állt össze egy olyan verseny, amelyre 40 gyerek, 10 csapat jelentkezett. Az iskola volt igazgatói megkoszorúzták a tanintézmény kertjében álló Mikes mellszobrot, és a diákok Mikes Kelemen leveleiből olvastak fel részleteket. A díszteremben ünnepi műsor keretében bemutatták Jancsó Árpád, a tanintézmény egykori igazgató tanára által megírt Tablóképek című kötetét, mely az alapítástól napjainkig a tanintézmény 34 jeles pedagógusainak állít méltó emléket. 145 év alatt Mikes története összefonódott az erdélyi társadalom alakulásával. Mi töretlenül költöztünk mindig, de mindig megmaradtunk. És tulajdonképpen ma ezt ünnepeljük, és természetesen, hogy a városi és tanügyi előjárók mellett meghívtuk volt kollégáinkat, igazgatóinkat is. Az emléknapon a középiskolások felkeresték azokat az épületeket is, melyekben fennállása óta működött a tanintézmény.